2007, 2011 és 2013 után Nyíregyháza negyedik alkalommal rendezi meg a junior, azaz U18-as fiú kosárlabda bajnokság országos 8-as döntőjét. A rendezvényt felvezető sajtótájékoztatón Sitkó Ernő, a Nyíregyháza Blue Sharks szakmai igazgatója elmondta, hogy bár a szövetség döntése után nem sok idejük volt a felkészülésre, bízik abban, hogy tökéletes körülmények várják majd a csapatokat. A mezőny erősségére nem lehet panasz, mivel minden együttesben vannak olyan kosarasok, akik már a felnőttek között is megmutathatták tudásukat. A játékosok játszanak a felnőtt csapatoknál is, és igazából annak örülnék, hogyha egy picit átalakítanánk a magyar kosárlabdázást, és a 18 éves játékosoknak már komoly lehetőségeik lennének a felnőtt csapatok küzdelmeiben is. Ez nem igazán volt jellemző eddig a magyar bajnokságra, és a versenybizottságot is meglepte az, hogy az itt fellépő játékosok már a B csoportban komoly szerepet játszanak. Éppen ezért a versenykiírást is elég nehéz volt úgy alakítani, hogy ez a hétvége szabad legyen, és a B csoportos rájátszásokat ne zavarja. De szerencsére ezt néhány csapatot, akit érintett, sikerült megoldani. Kicsit besűrűsödik a rájátszás, de a lényeg, hogy szerintem zavartalanul mehet majd ez a torna. És igen, meghatározó játékosok, erős játékosok lépnek majd föl. Ebben bízva remélem, hogy nagyon jó mérkőzések lesznek. A nyíregyházi csapat színvédőként vág neki a tornának. Bár a tavalyi győztes együttesből többen kiöregedtek, az idei szereplése sem lehet panasz, mivel hazai pályán ebben a szezonban veretlen a Bocskó Ádám által irányított gárda. Azt szeretnénk, hogy minden jobb eredményt érnek el a srácok természetesen, akár címvédőt is lehet, de semmiképpen nem akarunk terhet rakni a srácokra, sőt inkább plusz motiváció legyen az, hogy a hazai környezetben játszanak, és bízom benne, hogy nagyon szép eredményt fogunk elérni. A csapat kapitánya Vaskó György elmondta, hogy megfelelő formában, megfelelő hangulatban várják a tornát. Nagyon várjuk már, ugye, amikor megtudtuk, hogy Nyíregyházán lesz a döntő, már ugye mindenki lázban égett, és nagyon várja már, hogy ugye a hazai közönség előtt megmutassa magát. Én úgy gondolom a csapatról, hogy nagyon jó formában van, abszolút már csak is finomításokat teszünk, ugye itt a játékosoknál kis abszolút nincsenek megterhelő edzések, és úgy gondolom, hogy teljes erőbedobással megyünk neki ennek az országos döntőnek. Csütörtökön és pénteken a Tiszavasvári úti csarnok, szombaton és vasárnap pedig a Continental Arena ad otthont a mérkőzéseknek. A nyíregyházi csapat csütörtökön 15 órától a Vasas, pénteken 9-től a Debrecen, 17 órától pedig a Szeged ellen lép pályára. A szombati keresztjátékot vasárnap a helyosztók követik. A bronzmérkőzés 13, a döntő pedig 15 órakor kezdődik.